A Bezzeregy utcai Margaréta óvoda fő feladata biztosítani a keresztény értékrendet a kisgyermekek számára. Ezt fontosnak tartják ma ebben a rendkívüli helyzetben is az intézmény dolgozói. A járványhelyzet miatt óvodánkban is működik az online óvodai nevelés. Minden Facebook csoport, minden csoportunknak van Facebook csoportja, ott az óvónőnik minden nap adnak a gyereknek feladatokat, minden nap megosztják az új ismereteket, és minden nap ellátják őket és a szülőket is hasznos tanácsokkal, hogy hogyan tudják az ebben az időszakban is a gyerekeket úgy nevelni, ahogy a mi református értékeink ezt közvetítik. Lelkész úrunk is részt vesz ebben az online megosztásban, ő is minden héten tesz közzé a gyerekeknek bibliai igéket, és olyan hasznos tanácsokat, amelyek a szülőknek is útmutatással járulnak hozzá az ilyen helyzet megéléséhez. Bár március közepén a járvány miatt bezárt az óvoda, az élet nem áll meg Dombováron, a város szívében. Felújításra készül ugyanis az intézmény. Nagy lépés előtt állunk, mert óvodánk bővülni fog. Két csoportot egy új épületben fogunk elhelyezni, amit a fenntartónk, a Tolnai Református Egyházmegye megvásárolt, és szeretnénk, hogy a gyermekeink jobb körülmények között egy igazi olyan légkörben élhessék a mindennapjaikat, amiben mi nagyon szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat, és a fenntartónk is, meg az óvoda dolgozói is jól éreznék magukat. Jelenleg négy csoporttal üzemel az óvodánk, ebből az egyik csoportszobát szeretnénk óvónői csoportszobává alakítani, mert egyrészt kicsi is ahhoz, hogy a gyerekek fogadására alkalmas legyen, másrészt nagyon szűkösek voltak eddig a feltételeink. Ebben a gyönyörű épületben mi nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon szeretnénk továbbra is itt tölteni az éveinket, napjainkat. A nevelési intézmény szomszédságában, a Jókai utcában lévő társasház megvásárlásával nagy tér fog kibontakozni a kisgyermekek előtt. Az ingatlan belső felújításán túl a teljes épületállomány megújításra kerül. A takarékos üzemeltethetőség érdekében az épület hőszigetelését megoldják, és nyílászáróit is cserélik. A tetőfelületen pedig napelemeket fognak elhelyezni. 116 milliós beruházás lesz ez az épület, hogyha elkészül. Remélhetőleg májusban elkezdjük azt a felújítást, és reménységünk szerint 12 hónap alatt el is készülünk vele. A fenntartónk, a Tolnai Református Egyházmegye, nagyon sokat áldoz erre az épületre, erre az óvodára. Ez az egyetlen intézménye egyébként a Tolnai Református Egyházmegyének, és sokat fordít arra, hogy odafigyeljen arra, hogy mi gyermekeink jól érezzék magukat ebben az óvodában, és megfelelő körülmények között legyenek. A beruházás is azt a célt szolgálja, hogy a református értékeket magukba szívó gyermekek még komfortosabban érezzék magukat, és korszerű intézményben nevelődjenek, tette hozzá az óvoda igazgatója.